A nyáron már labdarúgásra kiéhezett lelkes focisták töltötték meg a Barátság sportparkot csütörtök este. Ugyanis megkezdődött az idei első osztályú kispályás labdarúgó bajnokság. Az első forduló nyitó mérkőzése rögtön a feljutó a Falka és az Unicentrál FC összecsapása volt, ahol előbbi csapat még nem igazán tudta felvenni az első osztály ritmusát, 2 hétre maradt arról ellenfelénél. Sikerültett volna jobban is a bemutatkozásunk az első osztályba, sajnos vereség lett a vége. Az első félidő meglehetősen szoros volt, aztán utána néhány balszerencsés gól a megpattanó labdákból, illetve az ellenfél által kiváló egyéni teljesítményekből kaptunk egy-két gólt, ami végül is meghatározta a végeredményt. A csapatok formája kicsit még szezon elejé, hiszen sokan nyaralásból tértek vissza. Ám ez mit sem változtatott a lelkesedésükön. A következő mérkőzésen a tavalyi ezüstérmes Izol 2000 könnyedén 5-1-re verte a pannonhalmi borozót. A legnagyobb gólarányú győzelmet a Hartek FC érte el, amely 9-1-re verte a Farmix FC-t. Az FC Szeninger sztártechnika összecsapáson 5-4-es végeredmény született. A Kameleon FC maga biztosan 6-2-re nyert a tavaly épp hogy bent maradó Margarita virágüzlettel szemben. Meglepetésre az előző szezon gól királyát is soraiban tudó Adria 2-3-ra maradt alul a Thermoplex FC-től. A nap zárásaként következett a tavalyi bajnok Csőlavina FC mérkőzése. Nos, a címvédő meglepetésre csak egy góllal tudta megverni a Taurius Kft-t. Az első osztály mellett a második is megkezdte a szereplést. Köztük a Révai Miklós gimnázium igazgatóját és soraiban tudó pedagógus SC is. Náluk is nehezen indul be az év, de egy jó szórakozásra minden héten szakítanak időt. Mi csak hobbiból csináljuk, tehát nem célunk a feljutás. Jó értelembe véve amatőr csapat vagyunk, szeretjük egymást, azt gondolom, jól beszélgetünk utána, és igyekszünk a pályán egymást nem különösebben szidni, hanem inkább dicsérni akkor is, hogyha valami nem sikerül. A bajnokság a jövő héten, ugyanúgy csütörtökön a második fordulóval folytatódik.